Az elmúlt szezonban csak a Sinyői csapat képviselte a megyét a labdarúgó NB3-ban, a 2020-21-es idényben azonban élve a lehetőséggel az NB1-es Kisvárda is elindította második csapatát a harmadosztályban. A Várda 2 Szabó Balázzsal a kispadján vágott neki a bajnokságnak, majd menet közben Kocsis János vette át a szakmai munka irányítását. Az utolsó két őszi meccsét ugyan elveszítette a csapat, de 8 győzelemmel, 7 döntetlennel és 6 vereséggel a mezőny első felében a 9. helyen zárt a Kisvárda. Körülbelül ez a realitása, hogy most állunk a táblázaton. Igaz, hogy az utolsó két mérkőzést elrontottuk, mivel mind a kétszer vereséget szenvedtünk, de talán azzal be is csaptuk volna magunkat, hogyha esetleg 4.-5. helyen állnánk. Úgyhogy szerintem ez a reális, és innen kell a bajnokság végére olyan teljesítmény nyújtani, hogy tudjunk följebb kerülni a táblázatba. Keretünk létszáma az 25-28 fő, tehát rengetegen vagyunk, nagyon sok próbajátékosunk van, és a saját utánpótlásunkban nagyon sok fiatal edz velünk. Ez a keret azt gondolom, hogy még fog változni, és természetesen ugye az első csapattól is szinte mindig kapunk játékosokat, és mi is adtunk föl. Úgyhogy mozgásban van a keretünk, de én nagyon bízom benne, hogy fogunk tudni azért igazolni 2-3 olyan embert, aki erősítést tud jelenteni, és abban az esetben is már komoly ellenfelek tudunk lenni, hogyha esetleg a felnőtt csapattól nem kapunk plusz embert. Egy élvonalbeli klub második csapatánál kettős a cél, egyrészt az első csapat számára kell játékosokat nevelni, másrészt pedig a lehető legjobb eredmény elérésére kell törekedni. Az eredményesség mindenképp fontos, mivel az önbizalmat ad, meg erőt ad ahhoz, hogy lehessen dolgozni a következő héten, tehát arra mindig szükségünk van, de a klubon belül nekünk az a célunk, hogy tudjunk játékost feladni az első csapatnak, hogy minél több saját nevelésű játékost tudjunk bemutatkozni az NB1-be, és a hosszú távú célunk pedig egyértelműen az, hogy egy idő után már azért a keret felét egy saját nevelésből kialakított kerettel tudjuk az NB1-et folytatni. Mint a klub sportigazgatója elmondta, reményeik szerint belátható időn belül saját nevelésű játékosokra építhetik majd az NB1-es csapatot. Olyan lehetőség előtt van a klubunk, amely nagyon ritka a futballban, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen utat járjon be egy klub, és 3-4 éven belül meghatározott céljaink vannak, középtávon is már, hogy hány saját nevelésű labdarúgónak kell a következő időszakban már a keretben lenni. Én úgy gondolom, hogy ezzel a munkával, ami ott zajlik, illetve az akadémiánkon, ami zajlik, tartható lesz ez a cél, és már a következőben, az éven is hozunk már fel az akadémiáról labdarúgót a keretbe. A következő években már a szurkolóink is láthatják majd, hogy mennyi tehetség van. És az is látszik, hogy az a nagyon kemény munka, amelyet belefektetünk, az meg fog térülni, és a játékosok pedig élvezik ezt. És úgy gondolom, nem csak az NB3-as, hanem a teljes akadémiai fejlődésünk példaértékű. A Kisvárda 2 már pályára lépett az ukrán FC Minaj, valamint egy minitornán a DVSC 2 és az Eger ellen. Kocsis János együttese február 28-án a második helyen álló Jászberény otthonában folytatja bajnoki szereplését.